tökéletesítés. Robi szerint. Nem, tényleg valami kell, hogy kijön az ember, nem létezik, hogy ne. De annyira meg vagyunk illetődve, érződik rajtunk, hogy Jim is rajtam, hiszen az egész zenekaron, hogy tényleg olyan ünnepélyes a pillanat, hogy egyszerűen ez az ember csak így próbálja élvezni. Én egy dolgot el szeretnék mesélni gyorsan tényleg, és nem azért, hogy a pátosz, hogy bármi kövezetet megérte, de tényleg volt egy gyerekkori álmom, és az utolsó koncerttel kapcsolatban jutott eszembe. Nagyon furcsa volt feljönni a színpadra. Tehát tényleg az ember így nagyon szorongva jöttük fel. Ja. Kicsi voltam, 5-6 éves, nem tudom, nagyon rosszul sült a gyerekkorom, biztos, nagyon sokat voltam kórházban, stb. És volt egy álmom, nagyon sokszor álmodtam ugyanaz, hogy felmegyek egy 10 emeletes panelházba raktuk, és felmásztam a tetejére, és hogy próbálok repülni, és akkor mindig puff, lezuhantam, de felébredtem, hál' Istennek, és hogy ez soha nem történt meg, és egyszer volt egy körülbelül egy ilyen 10 éves koromban egy álom, amikor tovább repültem. Azóta nem történt meg velem, nem is nagyon álmodom ilyesmit. És most tényleg ott tartok, hogy nem tudom, hogy lemegyünk ilyen a színpadra, akkor a végén ott fog állni a panelháznak a tetején, nagyon billeg minden, és le fogok repülni, vagy nem tudom, le fog tölni a mélységbe, és szerintem ti vagytok azok, akik a szárnyaimat meg nekünk is odaadtátok, és hogy szerintem képes ezek megint szállni, mert annyira nagyszerű az a pillanat, hogy feljöttünk, és látni titeket, hogy ez többenetes, úgyhogy szeretnék nagyon sok jó dolgot szerintetek, és lehet, hogy hülyeséget fog beszélni, és össze-vissza, csak úgy, de értetek.